Felavatták a Lentit-Lenti kápolnával összekötő kétirányú kerékpárutat. A fejlesztést a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program támogatta. A forgalmas főút mellett korábban is volt már ilyen típusú útszakasz, melynek állapota, töredezett burkolata a rekonstrukciót időszerűvé tette. Maga a kivitelezés 2,5 km hosszban, mintegy 180 millió forint értékben valósult meg 2021. júliusa és 2022. februárja között. Lehetővé teszi a balesetmentes közlekedést a város és a városrész között, és lehetővé teszi azoknak a területeknek az elérését is, ahol alacsony forgalmú utak vannak. A projekt konzorciumi együttműködésben az Zala megyei önkormányzat vezetésével valósult meg, ahol az ehhez hasonló beruházásokat kiemelt feladatnak tekintik. Megalkottunk egy stratégiát Zala két keréken címmel. Ez a stratégia elsősorban azt tűzi ki célul, hogy a megye területén hálózatosodást figyelembe véve ott épüljenek létesítmények, amelyek egy leendő nagy rendszer gerinc elemeit alkotják. Ugye erre elsősorban azért van szükség, hogy részben a megyén áthaladó kerékpáros turizmus, részben pedig az itt tartózkodó turisták is föl tudják keresni azokat a nevezetességeket, amelyek viszont várják a vendégeket. Az ideérkezők mellett főként a környéken élők veszik hasznát a korszerűsítésnek, aminek értéke a klímaváltozás, valamint az üzemanyagárak emelkedése miatt folyamatosan nő. Lenti környékén nagyon megsűrűsödtek, hál' Istennek, a kerékpárutak. Lentiben rendelkezünk egy szállodával, kiváló termálvízkincsünk van, tehát minden adott arra, hogy a turizmus még jobban feljöjjön. Ez mellett szolgálja az életünket, a mindennapjainkat, hiszen ma már kerékpárral nagyon sokan közlekednek, szeretnénk azt elérni, hogyha a szülők nem autóval, hanem kerékpárral közlekednének, azzal vinnék a gyerekeket óvodába, azzal mennének iskolába, és ne talán még munkahelyre is. A kétkerekű közlekedésre Lenti térségében jók a lehetőségek. Ez a jövőben tovább javul, hiszen már készül a város és Rédics közötti kerékpárút.